tegnapi adásunkból. Nem azt mondta, hogy nyerni szeretne, hanem azt mondta, hogy bizonyítani szeretne. Azt hiszem, hogy bizonyítottam már magamnak, most bizonyítson más is. Én megjelölöm az át, utána eldől a kérdés. Nincs egy szép ül. Egy kis vizet? Nem, köszönöm. Nem kell? Férfi vagyok. Férfi ember állva marad? Biztos? Biztos. Most még biztos. Pénz. Köszönöm szépen. Rodinról nem sokat tudok most, így hirtelen nem ugrik be, viszont hát lesz, ami lesz, én nem szeretnék még erre segítséget elhasználni, úgyhogy Bachfort Bálintot megjelölném. Rodinról biztos, hogy többet tud. Hogyha mondjuk így csinálok. Gondolok, november vagy... Kívánok, együtt van minden és mindenki ahhoz, hogy végre elkeljen újra az 50 millió forint. Kezdjük a játékot, 1 a 100-al. És nincs is más hátra, mint hogy szólítsam azt az egyet, aki szembeszáll a százakkal és elviszi az 50 millió forintot, Szigeti Henriett a Békés Csabáról. Győztest akar látni itt a stúdióban. Győzzen a Jobbik. Győzzen a Jobbik. 100-an vannak ön ellen, a fődíj most is 50 millió forint. Íme. A győztes kihívó játékosok nyereményéről minden alkalommal az Uniclenit bank gondoskodik. És játszani akarunk minél gyorsabban, úgyhogy nézzük gyorsan a falkát. Így néz ki, hogyha megvilágítjuk őket. Nagyon kedvesek, szépek. Itt vannak velünk a vidám taxisok! Akik a játék után mennek az éjszakai fuvarra, aztán jönnek holnap újra. Taxisurak, mi az jobb az, éjszakai vagy a nappali fuvar? Csak éjszaka. Csak éjszaka? Tehát akkor vannak a részegek, a hányósok. De jókedvűek az emberek. Ja, akkor jobb kedvűek az emberek, mert kisebb a forgalom. Borzalmas lehet dugóban vezetni minden nap, megértem. Nincs az éjszakai. Nincs közlekedés a városban. Így van, csak gondolom. Az a jobb. Sima utakon menni, már amelyik sima. Magyarországon, főleg Budapesten. Hölgyeim, szépek, mint mindig. Itt vannak a felszolgáló hölgyek. Menyecske ruhában. És Szilágyi János is egyre szebb napról napra itt van velünk. Mosolyog. János, kezdett belejönni a játékba? Jól megy most már ez a gombnyomogatás? Vagy menni fog? Hát remélem, az volna a nagy vágyam, hogy kettesbe legyek. Ez gondolom szép, nem velem. Ezzel a szép hölgyel. Azt hittem, hogy velem ott állunk kettő. Már az 50 millió árnyékában, és akkor mellé nyom. És benyered. Én meg jót nyomok. De meg jót nyomsz. Ha egyedül maradsz, az 50 millió forintot nem tudod elvinni, de 49 milliót el tudsz vinni egy hosszú, nagy, kitartó küzdelem után. Sok sikert, urak, hölgyek! Kezdjük a játékot 1 a 100 ellen. Vidám és akaratos falka. Tudnak, már is dobolnak, már is hangoskodnak, pedig még csak ez az 1000 forintos kérdés. Nézzük. Melyik testrésszel nem mérnek az angolok? Tehát nem mérnek. Hüvelyk, láb, kar. Nem
Henrietta, meg kell várni, míg a falka szavaz, utána szabad csak gombokat nyomogatni. Nem. Tehát melyik testrésze nem mérnek, hüvelyk, látka. Én azt gondolom, hogy a C a helyes válasz, a kar. Helyes válasz. És túl vagyunk ezzel az első kérdésen. Nincs is jobb érzés, ugye túl lenni az első kérdésen. Utána már nagy baj nem történhet. Nézzük a falkát. Hányan tévesztettek, hányan vétettek, vagy pedig egy kedves játékosunknak búcsút intünk, 1000 forintja van Henriettán. 99 ellenfele. Mehetünk tovább. Megyünk tovább. Henrietta a falka ellen. Négyezes kérdés. Milyen mellékfoglalkozást űzött Sir Francis Drake admirális? Mellékfoglalkozás, idézőjelben. Jutenyésztés, kalózkodás, leánykereskedelem. Admirális. Igen, kalóz volt ő, azt hiszem másodállásban, úgyhogy megjelölném a B-t. Természetesen első Erzsébet, tudtával és beleegyezésével. Hibátlan. Túl van a másodikon is. Na, hát egyre jobb, egyre jobb. Lassan, nézzük a falkát. Biztosan. Kíváncsi vagyok, Szilágyi János összesúgott, búgott a mellette lévő 65-ös játékossal, hogy ez mit akar. Azt hittem, hogy valami gond lesz, de nincsen gond. Ketten estek ki, Pincér hölgyünktől búcsúzunk, újabb 8000 forint. 9000 forintnál tartunk. Henrietta, 9000 forint, nem kérdés. Falka. Megyünk tovább. 1 a 97 ellen. 8000. Nézzük. Hány évet kell leélnünk párunkkal, ha meg akarjuk ünnepelni gyémánt lakodalmunkat? 25, 50, 60. Hát 25, 50, 60, Henrietta. Én azt gondolom, hogy az 50 lehet a helyes válasz, mert az olyan szép kerek, a gyémánthoz az illene. Van még vaslapodalom is. Hát sajnálom. 25 az ezüst, 50 az arany és 60 a gyémánt. Ez a helyes megold. És 65 a vas. Az a vaslapodalom. Mm-hmm. De hát ez nincs a táblán. Henrietta, gyors játék volt, sajnálom. Sajnálom én is. Nagyon sajnálom. Viszont nézzük meg, hogy hányan estek ki ennél a kérdésnél. 15 kieső. Talán ennyi még nem is volt, 140 forint már volt, de 109 forintot még soha nem nyert a falka. Örüljünk a negatív rekordnak! 109 forint! Bravo! Henrietta, köszönöm szépen, sajnálom, hogy így alakult. Játék volt, jó lenne már valami tartalmasabb. Talán majd most következik Aradi Lajos Budapestről. Lajos, tudja, mi jutott eszembe a bejöveteléről? Nem. Pont az előbb az egyik kollégámtól hallottam, hogy mindenki úgy és annyit nyer, ahogyan bejön. Aki vidáman jön be, az vidáman távozik. Hát reméljük, hogy így lesz. És tudja, hogy kitől hallottam ezt? Nem. Kérek szépen egy nagy tapsot Csimit Sanyi kollégámnak, aki a jó kedvet csinálja a stúdióban. Sokadik hete. És nagyon jó megfigyelő. Lajos, hogy lehet valaki egyszerű újságíró és csontkovács? Hát ez egy nehéz kérdés. Újságíró, hogy lehet valaki, azt nagyjából tudjuk. Nem igazán csontkovácsnak nevezni, hanem masszőrnek. Meg tudja ez rántani. Egy keleti típusú masszázs, amit én használok, és abban ez is benne van. Meg kell tanulni ezt is. A tét 50 millió forint. Mindenkinél. És már is megyünk egy a 100 ellen.
Nyitunk az ezres kérdéssel, meg sem állunk az 500 ezer forintos kérdésig, vagy még tovább, íme. Milyen italt iszik, aki papramorgót tölt a poharába? Papramorgó, bort, sört, pálinkát. Hát... 6 másodpercet ki kell várni, Lajos. Bármelyikből, hogyha sokat iszünk, akkor morgunk. Akkor morgunk. Hát ugye a sör az biztos nem. Mitől lehet a leggyorsabban morogni? Hát leggyorsabban, ha a leggyorsabban morgunk, akkor az egyértelmű, hogy a pálinka. Na. Morogjunk egy-egy gyorsan. Morogjunk egy-egy gyorsan, úgyhogy sose halunk meg, C. Biztos benne? Most már nem. És hogyha bor, akkor mit csinál akkor velem? Köszöntem. Akkor széttör itt a az... nem. Színpadon, vagy mi ez? Nem, annyira brutál nem vagyok. Vigyázok én a gerincem épségére, nézzük, hogy hányan estek ki ennél a kérdésnél, hányan gondolták azt, hogy bor, papramorgó az a pálinka. Sokan szeretik a pálinkát, meg kell, hogy állapítsam, de vannak, akik a borra tippeltek. Összesen 14-en estek ki ennél a kérdésnél. Van 14 ezer forintja, Lajos. Hát remek. Pénz vagy falka? Hát természetesen falka. Akkor 1 a 86 ellen. Melyik sportban futnak haza? Baseball, amerikai futball, rugby. Hála Istennek, sportkérdésekben is rendkívül rossz vagyok, mint papramorgó kérdésekben, pláne amerikai típusú sportkérdésekben, meg aztán pláne, ugye ezek azok a kérdések, amit magyar ember nem tud. Hazafutás. Hazafutás, azért ennyit talán sejtek, hogy ez a baseballban van. Úgyhogy á, legyen bármi. Én többet nem segítek, de nem is kell. Nem is kell, tökéletes. Ahhoz képest nem annyira sport kedvelő, ahhoz képest tökéletesen sikerült, és a magyarázat is jó volt. Ha nézzük a falkát, szerintem ez nem volt azért nagyon könnyű kérdés. Végül is vannak kiesők, de nem olyan nagyon sokan. 11-en estek ki, az újabb 44 ezer forint, 58 ezer forintja van most. 75 ellenfele, Lajos, pénzfalka. 75 ellenfél, falka. Megyünk is tovább. Lajos a 75-ök ellen. 8000. Hogyan nevezik Los Angeles rózsadombját idézőjelben? Hollywood, Beverly Hills, Notting Hill. Los Angeles rózsadombját. Hát legyen a B. Egyszer élünk, sose halunk meg. A helyes válasz. A B. És ide a véres bököt, hogy többen jelöltek Hollywoodra. Szuper biztos vagyok benne. 6 másodperc alatt nem biztos, hogy leesik a tantusz. Elvesztettem a fogadást, nincsen véres bökön, nem is mondtam semmit. Csak egy kedves falkatagunk esett ki. Egy pincérhölgynél van a véres bökő, nálam nincsen. Újabb 8000 forint, 66000 forintja van. Természetesen falka. Tovább is kell menni. Jó sokáig, és elvinni a nagy pénzt. 1 a 74 ellen. 16000. Melyik görög isten készítette Zeus villámait? Hephaistos, Héra, Héraklész. Ugye Hephaistos jöhet szóba azért, mert ő volt a kovácsoknak az istene, és ő kovácsolta ezeket a villámokat, hogy nem húzzuk az időt, á.
Így is kell játszani. Így kell, ez a jó játék. Ahogy mondja, nem kell időt húzni. Na most nézzük a falkát. Ott van egy kis boly. Lajosnak van újabb 144 ezer forintja, összesen 210 ezer forint ez a szumma. 65 ellenfél. Falka. Nagyon helyes. 1 a 65 ellen. A kovácsok istene. 32 ezer forint. Mivel van tele a pohár, ha a film címe Konyec? Rummal, cseppel, csekkel. Hát, első ránézésre hirtelen megijedtem. Itt valami két nyugdíjasról van szó, ha minden igaz, akiknek tele lett a poharuk erősen attól, hogy mai nyugdíjas viszonyok között ugye egyre kevesebb pénzről kell a csekkeket kifizetni, úgyhogy én arra gondolok, hogy nem cseppel, hanem csekkel. Tehát a jó válasz szerintem a C, majd meglátjuk. Az utolsó csekk a pohárban, ugye ez volt a reklámmondata a filmnek. És szerintem a tartalmát azt se tudta volna jobban elmondani, aki látta a filmet. Jó a film, érdemes megnézni, ennyit a promócióról. Bár nem kérte meg senki, hogy ezt mondjam, de csak azért is mondtam el. Úgyhogy nézzük, hogy hányan estek ki ennél a kérdésnél. Hány kieső van most? Heten. Na. 224 ezer forint plusz, összesen 434 ezer forint ez a szumma eredmény, és már csak 58 ellenfél, tehát... Tehát 42 ellenfelet már is kiejtett, van hirtelen. Szűk félmillió forint. Pénzfalka? Hát még egyenlőre falka természetesen. El is kell menni végig, ez a nyár előtti, utolsó előtti adásunk, úgyhogy még találkozhatunk a következő adásban, és meg lehet nyerni az 50 millió forintot. Egy az 58 ellen. Na végre. Gyorsan eljutottunk idáig. Milyen melléknévvel ismert Beethoven 6. szimfóniája? 6. Eroika, Sors, Pastorale. Még egyszer a 6. szimfóniáról van szó. Ki lehet zárni, hát az utolsót az biztos ki lehet zárni. Ezt a pastorálét ki lehet zárni. Nekem valamiért a Sors szimfónia rémlik valahonnan. Úgyhogy maradjunk a sosem halunk meg felkiáltásnál, és még tartalékoljuk, ha elég lesz mire a segítségeket. Úgyhogy Sors szimfónia B. Bejátszuk a zenét. Fölösleges. Sorszerű? Hősi ez zene? Vagy hát, esetleg pásztori? Pásztorál. Bármi lehet. Nem. A 6. szimfóniánál a helyes válasz. Hát... Pásztori szimfónia. Ő maga adta a nevet ennek a szimfóniának. Ez zárta ki, ez volt a helyes válasz. És mire megmukkantam volna, mert már nyitottam a számot, hogy nem kéne segítséget kérni, addigra már megtörtént a gomnyomás. Jó, valami miatt ez volt bennem. Így jártunk. Sajnálom, úgyhogy a sajnálom. Nyak az majd legközelebb lesz helyre téve. 5. a Sors szimfóniája. Uh-huh. A harmadik pedig az Eroika. Jaj, de sajnálom, olyan hát jól indult ez a játék. Igen. Sokat gondoltam, gondoltam, hogy itt sokáig elmegyünk. Gratulálok. Nézzük neki meg a falkát, pillanat, megnézzük, hogy kiknek lehet gratulálni. Aztán! Csak ezzel 1.800.000 forintot kereshetett volna. Maradtak 22-en, közel 20 000 forintot nyertek.
ezzel a kérdéssel. Legyünk pontosan, 19.727 forint. Gratulálok! Sajnos, így jártunk. Sajnálom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, itt volt, jó volt a játék, hibátlanul indult, nem jól végződött. Köszönöm még egyszer. Sajnálom. Bizisten nem értem, hogy mi történik itt. Már második hete úgy fest, hogy a Falkának kellene inkább itt a küzdőtéren szerepelni. Na meglátjuk, hogy folytatódik ez a PEC széria. Jó lenne, ha a nyári szünet előtt valaki megmenteni a kihívók becsületét. Következik Böde László Szegedről. Szia, Falka! Szia, Falka! Egyből letegezi a Falkát. Hibátlan, hibátlan kezdés! László, ki öltözteti? Magam öltözöm. Szuper! Nagyon köszönöm, fiatalos, szépen. Fiatalos, nyaklánc! Esetleg megkérhetném András tegedőtetnénk. Örömmel, szervusz! Szervusz. Jó játékot köszönöm, kívánok szépen. Neked! Köszönöm. A tét 50 millió forint, mint mindenkinél. Kezdünk is, egy a száz elem. Ezertől 500 ezerig, még tovább, de a játékot be lehet hamarabb fejezni, hogyha kiejted a Falkát elsőre. Egy ember éppen felénk terelgeti a kondát. Milyen állatok érkeznek az embert leszámítva? Lovak, birkák, disznók. Mi a konda? Egyszerűen túl van variálva ez a kérdés. Igen, hát a konda a szakszerűen disznók gyülekezete. A tökéletes kifejezés, akkor már csak egy... C. Nyomni kell egy... És ugye mi nagyon sokat gondolkodtunk, hogy mi legyen a neve a Falkának, és nem véletlenül nem azt adtuk neki, hogy Konda. Ez egy remek kis Falka, szó sincs itt Kondáról. Na nézzük, hogy hányan nem tudták a Konda kifejezést, hogy kik gyülekeznek a Kondában. Mindenki tudta! Gratulálok. Nulla pénz. Meggondolandó, de a Falka. Helyes, egy a száz ellen továbbra is. A felállás nem változik. 4000. Nem is kell ezresével kiejteni az embereket. Itt a 4000. Ennél már érdemesebb. Miről ismert a magyarok körében elsősorban az osztrák Pandorf? Olajfinomítójáról, bevásárló központjáról, állatkertjéről. Hát, ha a ki nem mondható hűtőmárkára gondolok, még arra az időre, amikor én is átjártam, én a B választ választanám, bevásárló központ. Önnél a kérdés. Már szerintem ez a bevásárló központ egy kicsit később épült ki. Ez egy outlet központ, nézzük. Szerintem megint makulátlan marad a Falka. Ezt is kérdeztük már egyszer, hogy mi az a makula. Nem maradt makulátlan a Falka. Olajfinomítóra. A legtöbben vagy? Állatkertet véltek felfedezni. Természetesen a helyes válasz. Jól mondta, van 15 kieső, az összesen 60 ezer forint már is. László, mit választasz? Pénzfalka? Szép összeg, de kedveseimet választanám. Falkát. Vegyünk tovább, 1-85 ellen. És itt a 8000-es. Hol áll jelen időben a Bastille, a hírhet francia börtön? Párizsban, Marseille-ben, sehol. Párizsban állt, na most az sehol, ez egy picit megkavaró. Ha lerombolták, akkor most sehol sem, csak az emléke van. Nyomjunk célt. Nem ilyenkor kérlek, hogy ne várj megerősítést. Egy ilyen metró megálló van Párizsban, egy Bastille. Igen. A helyén egy operaház van,
De természetesen az erődöt a lerombolták. Hangsúlyoztam, hogy jelen időben kell gondolni a kérdésre. Na, nézzük. Hányan ugrottam be mégis? Próbáltam segíteni a Falkának is, Lacinak is. Jóslik. Na, azt mondja, számoljuk meg, 2, 4, 6, ne számoljuk még. Jutok szóhoz, Laci. 38-an ugrottak be, pedig még oda is tettem azt a kis szócskát, ami nincsen benne a kérdésben. 304 ezer forint. Ebben a körben összesen 364 ezer forint. És már is lefelezted a falkát. 47 falkatag van. Pénzfalka. Hucu, gyerünk tovább, falka. Hucu tovább, 1-47 ellen. És utcú tovább a 16 ezres kérdésre. Ki rajzolta meg elsőként az ember valós anatómiai szerkezetét? Frankenstein, Hippokrátész, Leonardo da Vinci. Maradunk Leonardo-nál, C válasz. Azonnal meg is tudtuk a helyes választ természetesen, és így kell. Ugye divatos téma Leonardo da Vinci, és egy zseni volt, aki időben, a korát megelőzve, ketten estek ki, 32 ezer forint plusz. Tehát 400 ezer forint körüli összegnél tartunk, 45 ellenfélnél. Nagyon kevés, tehát falka. Helyes! Menjünk tovább, 1-45 ellen. Itt a 32 ezer. Falkatagonként. Kié volt morzsa kutya, aki mindig emberül szolgált a költő szerint? Arany János, Arany László, Petőfi Sándor. Segítős kérdés, az már de, biztos. Hogy segítős kérdés, ugyan de, már. Költészet ugyan nem már. Volt erősségem, soha segítős kérdés, tehát kérném a falkának a segítségét. Mert... Kérek szépen egy jelölést, természetesen én nem akarok semmiről, senkit, soha lebeszélni, vagy pláne rábeszélni. Arany János jelölné meg az át. Szóbeli jelölés hallottunk, nézzük meg, hogy hányan jelöltek ára Arany Jánosra. Összesen 6-an. Maradunk C. Petőfi Sándor. Morzsa kutyám, hegyes füled, a vers maga hagyd beszélek mostan veled. Régi cseléd vagy a háznál, mindig emberül szolgáltál. Melyik versről van szó? Anyám. Mert abban kiderül, hogy az anyáról van szó. Igen. Az anyjának a tyúkjáról, de a morzsa kutya, az pedig az övé, hiszen azt mondja, hogy morzsa kutyám, hegyes füled. És nem lehetett volna anyám tyúkját kérdezni helyett? Hát akkor milyen játék lett volna az? Bár gondolom, nagyon sokan azt gondolták, hogy itt kérem szépen a családi körről van szó, pedig nem arról volt szó, hát mi másról lett volna szó. Íme a kiesők hada, 10 estek ki. 320 ezer forintot keresett ebben a körben. Mennyi pénze van? Mennyi pénzed van, László, bocsánat? 716 ezer forint összesen. Nem kell még dönteni, ráér holnap. Van még két menekülő utat. Holnap este folytatjuk a játékot 1-35 ellen Lacival, a Falkával. Egyre kevesebben vannak, addig is minden jót kívánok, viszontlátásra. Együttműködő partnerünk a Diego. A műsorvezető Hugo Boss ruháját a Rolandi Vadház biztosította.
a Kék Füst Nora Roberts regényéből hamarosan kezdődik. Az élettel teli ragyogó haj öltöztet. Vella, a Milánói Divat Hét hivatalos támogatója. Vella, életre keltjük haját. A hűs tengeri szellő és az üde tavi rózsa frissessége a Discreet Deo két új illatába zárva. Fedezd fel a frissesség élményét. OTP lakáshitellel havi törlesztő részlete több mint 4 évig 5580 forint marad 1 millió forintonként. Most induló banki költségek nélkül igényelheti. Ismét felragyognak a fények. Szegedi szabadtéri játékok. Július 6-ától augusztus 20-ig műsoron Macskák, Marica grófnő, Török táncshow, Rudolf, Bang Bán. Szegedi szabadtéri játékok. www.szegediszabadtéri.hu. Old Spice Afrika Expedíció. 7 tapasztalt férfi. 13.500 kilométer. 150 nap. 40 fok. És egy deó. Az új Kilimandzsáró. Tesztelte az Old Spice Afrika Expedíció. Belefeledkezni a beszélgetésbe, mert a Pannonnál most fél évig havi 1000 percet kapsz ajándékba új számlás csomagodhoz. Pannon, közel hozzád! Forint Express hitelt szeretnék. Most akciós kamattal ajánlom havi 19.899 forint induló törlesztő részlettel. Hitel Express gyorsan, egyszerűen magánszemélyeknek. THM 19,39%. Hívja 455-55-55-öt. A Max Factor bemutatja a Masterpiece méltó párját, a megkapóan dús pillák szempilla spirálját, az új Masterpiece Maxot. Új generációs keféjével szempillája akár 400%-kal dúsabbnak hat, anélkül, hogy összeragadna. Két szempilla spirál. Két hatás. Masterpiece és Masterpiece Max a Max Factortól. Ha egy top modell bízik benne, te miért választanál mást? Az új Persil Gold a legjobb Persil. Megbirkózik még az olyan foltokkal is, mint a rozsda, az új festék, vagy akár ez a hajfesték folt. A Persil Gold ezekkel a foltokkal szembeni hatékonyságát a VFK Nemzetközi Tesztintézet igazolja. Tegye próbára a Gold erejét. Egyszer Persil, mindig Persil. A Tesco hipermarketekben a 4 kg-os Persil Gold most duplán megéri. Egy nap karikás szemmel ébredünk. Garnier Nutritionist szemkörnyékápoló omega 3 plusz 6-tal és koffeinnel. A táskák látványosan csökkennek. A karikák elhalványulnak. Garnier Nutritionist szemkörnyékápoló. Törődj magaddal! Garnier. Ragacsos padló, cipőnyomok, makacs szennyeződés, odaéget zsír, elege van az állandó súrolásból. Mostantól ennek vége. Itt az új Cillit Bank padlóra és zsíros szennyeződésekre. Hihetetlen! A Cillit Bank ereje már a felmosóvödörben is. Nézd ezt a koszos padlót! Guminyomok, olajfoltok és még motorolaj is. A Cillit Bankgel egy szempillantás alatt tiszta lesz. Nézzék csak, mire képes a konyhában és a fürdőszobában. Sőt, a Cillit Bank a házon kívül is elbánik a makacs szennyeződésekkel. Hígítás nélkül a Cillit Bank még ezen az odaégett zsírrétegen is áthatol és feloldja azt. Közvetlenül szivacsra öntve még a tűzhelyről is eltünteti a ráégett ételmaradékot, vagy akár a mindennapos szennyeződéseket. Szinte bárhol otthonában, minden nap. Új Cillit Bank padlóra és zsíros szennyeződésekre. Cillit Bank és a kosz eltűnik. A tücsök egész nyáron hegedült, de amikor eljött a tél, felkopott az állam.
A hangya viszont okosan döntött, és a KNH-t választotta. Hangyányi okossággal most neked is több pénzed lehet. KNH lekötött betétek akár 10,5%-os kamattal. Dönts okosan, KNH, bank és biztosítás. Anyu, erős lovagom. Ez az én gyengébb királylány. Melyik tetszik jobban? Néha nehéz dönteni. Ikletre van szüksége? Itt a jár szenzitív, természetes teafa és menta kivonattal. Erős zsíroldó erővel rendelkezik, ugyanakkor formulája segít megőrizni keze szépségét és puhaságát. Látjátok, nem is kell választanom. Az erő és a gyengétség megférnek egymás mellett. A járral jól jár. Kíméletes a kézzel, kíméletlen a zsírral. Engedje, hogy kamilla illatával elvarázsolja az új E-vitamin tartalmazó jár szenzitív. A járral jól jár. Kamévi frissítő tusfürdők. Illatuk üdítően könnyed és vidám. Frissítő, mint egy nyári zápor. Ettől olyan ellenállhatatlan. Sugárzó erő a parfümök világából. Vív frissítő tusfürdő kollekció a Kemétől. Keresse a Spar, az Interspar és a Kaisers üzletekben. Képzeld el, én éppen Barbie-val ücsörök itt a mocsékban. A tájékoztató füzet és a weblap dizájnjáról dumál. Feri, de figyelj, én kinyírlak téged. Kár, hogy eddig nem tettem meg. Hallom a hangodon, te is örülsz, ez nagyon jó. Együtt örülünk egymásnak, ez fantasztikus. Van az úgy, hogy az egyik ember félreérti a másikat. Különösen, ha az egyik ember nő, a másik meg férfi. Talán nem is félreértettem, hanem félreéreztem. Jóban, rosszban. Holnap este 7:30-kor a TV2-n. Ki az? A feldobott zöld, a leesik ember. Te vagy a Shrek jelmezbe. Nézd meg alaposan a Shrek 1-et a TV2-n, készíts jelmezt, és öltöz Mézinek, Shreknek, Szamának, vagy akár Fiónának. Mutasd meg nekünk, és nyerj, hogy mit? A két jegyet a Shrek 3 premier előtti vetítésére, és sok más Shrekkes, kedves, különleges és értékes nyeremény. További információkért nézd az aktívot minden hétköznap este 7-től. Senki nem osztuljon, sárkányom nálam, és nem félek használni! Shrek. Szombat este a TV2-n. Amikor a világ szűkül, és az univerzum tágul, egy szőkeség életében nagy változás történik. Jó hallgatunk! Diákok, tanárok, készüljetek, mert jön Reese Witherspoon! Ott a helyem a Harvardon, az ítélet az ön kezükben van. Ő az okos Barbie? Zsűrögyön már részt vettem egy pingvin tapra szépségversenyen. Azok után ez gyerekjáték lesz. Vígjáték a szűkelős viccek ellen. Vagy mellett. Mi a baj? Talán túl nagy a mellett? Dr. Szöszi, vasárnap este a TV2. Wow, a modellnek kérem el. Hány beteget kell megölnöd, hogy beismerd, hogy a lábad akadályozza a munkádat? Három. Neked is jelzi, Stacy. Nincs megállás. Maga szemétláda. Zívró hama volt. Megölte őt. A sorozat folytatódik. Igen, nem törődöm vagyok. Beismeri, hogy lefeküdt vele, hogy egyszerűen hagyja meghalni. Dr. House. Szerda este a TV2. A GSG 9 bevetése kész. Hitük erőssé teszi őket, bátorságuk pedig hősökké. Üdv a GSG 9 fiam! 5 kommandós, egy csapat. Start helyzetben vagyunk. Feladatuk a veszél ünöző likvidálása. Hallottam a riasztótaszán a lövéseket, gondolom a szükségét! Különleges helyzetek, látványos akciók. Támadás terv szerint. GSG 9, az Elite Kommandó. Egy új sorozat jövő csütörtökön a TV2-n.